Az elmúlt éjszaka bűnügyi helyszín, ilyen bűnügyi helyszín feliratok kerültek elhelyezésre Budapesten a Fidesz irodákra. Nem véletlenül. Az akciót a Jobbik szervezte, hogy ezzel is rávilágítsuk a figyelmet arra, hogy ma Magyarország legnagyobb és legszervezettebb maffia hálózata az maga a Fidesz, amelynek lényegében minden egyes irodája a magyar társadalom ellen elkövetett meg annyi bűntény egy-egy helyszíne. Vádoljuk a Fidesz Magyarország kifosztásával, akkor, amikor Mészáros Lőrincnek álcázva Orbán Viktor elkezdte bekebelezni a hazánkat. Vádoljuk a Fideszt a magyarok kisemmizésével, akkor, amikor elveszik a vállalkozásaikat, elveszik a földjeiket, elveszik a megtakarításaikat, legyen szó magánnyugdíjpénztárakról, vagy akár Questorról. Vádoljuk a Fideszt a magyar oktatás és egészségügy szétverésével, akkor, amikor szó szerint lerohasztják az iskoláinkat, üres stadionokra pedig háromszor többet költenek, mint a túlzsúfolt kórházakra. Vádoljuk a Fideszt azzal is, hogy kockára teszik a magyar emberek biztonságát csak azért, hogy faraonokhoz hasonló nemzetbiztonsági kockázatokkal bizniszelhessenek, miközben az elmúlt években egyébként szinte bárkit beengedtek az ország területére pénzért, akár még bűnözőket is. Ki kell mondani, hogy lényegében a Fidesz szinte már mindent elvett az emberektől. Szinte. De a Fidesz mindent akar, ezért utolsónak azt veszi el, ami minden embernek jár. Elveszi a magyarok otthonait is. 2015-ben Orbán Viktor hátba szúrva egy nemzetet lepaktált a bankokkal. Paktumot kötött a bankokkal, amelyben azt vállalta, hogy nem fogja a kormány megállítani a kilakoltatásokat. Teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a paktumnak a részeként szabotálta el a kormánypárt a kilakoltatások felfüggesztésére összehívott rendkívüli parlamenti ülést. És ahelyett, hogy dolgoztak volna, ahelyett, hogy meghoztuk volna a szükséges döntéseket, hogy megvédjük a magyar emberek otthonait, ők lényegében két hónap alatt lezavartak 1400 kilakoltatást. És ez még csak a bemelegítés, hiszen nagyságrendileg 400 ezer honfitársunkat fenyeget az a veszély, hogy bármikor az utcára kerülhet. Földön futóvá tenni egy nemzetet. Na hát látják, ez a legnagyobb bűn, amit el lehet követni a magyarokkal szemben, és a Fidesz pontosan ezt teszi. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy Magyarország legnagyobb bűnügyi helyszíne, bűnügyi központja, a Fidesz székház is viselje ezt a bélyeget. Mindezek után magyarázatot várunk Orbán Viktortól, hogy miért paktált le a bankokkal. Miért állt a pénzintézetek oldalára a magyar emberekkel szemben. Lefizették? Megzsarolták valamivel? Vagy szimplán csak ennyire aljas ember Magyarország miniszterelnöke? Egy biztos, egy Jobbik vezette Magyarországon, Orbán és a bűnbandája nem fogja elkerülni se a vádlottak padját, sem pedig a börtönt, mert mi azt gondoljuk, a Jobbik azt gondolja, hogy egy nemzetet büntetlenül kifosztani, kisemmizni, utcára dobni nem lehet. Enyhítő körülményként egy dolgot lehet majd felhozni, az, hogyha a kormány azonnali hatállyal leállítja a kilakoltatásokat és megvédi a magyar emberek otthonait.